Csak a szerencsém volt, hogy a többi házban nem keletkezett kár, és hogy senki sem sérült meg. A szomszédok még időben észlelték a tüzet, ők riasztották a tűzoltókat. A szomszéd, szemben a szomszéd asszony kiabált, hogy Márti néni, és ára, gyere ki, már rég a ház a szomszédba. Kiszaladtunk már, akkor itt is jött a füst az ablakon, meg ilyen 12 méter hosszú ez az egész épület, ott is a végén. Mire a helyszínre értek a lánglovagok, a családi ház és a tetőszerkezete, valamint a melléképületek is égtek, ezért még két jármű érkezett oltani. Az udvaron felhalmozott lom miatt csak nehezen tudtak a tűzoltók közlekedni. Ráadásul a garázsban több PB-gázpalackot is találtak, melyből kettő felrobbant. Ezen kívül egy oxigénnel és egy acetilénnel teli palack is volt az egyik helyiségben. Utóbbit hegesztésre használják, és rendkívül veszélyes. Ezért az Alba Akció alosztály mesterlövészének segítségét kérték. Hőhatására az acetilén gázpalackban egy kémiai folyamat, egy termikus bomlás indul meg, amely visszafordíthatatlan. Éppen ezért kérték a rendőrség révén a mesterlövészek segítségét a tűzoltók, mert így a mesterlövészek által a lövedék által ütött lyukon keresztül így a palackban keletkezett nyomás levezetődött. A házban egyébként egy személy tartózkodott, a tűzoltók szerencsére időben rátaláltak és kimentették, így nem égett meg és füstmérgezést sem kapott. Az 59 éves férfi egyedül élt. Tettét, miszerint öngyilkos akart lenni, már a helyszínre kiérkező mentősöknek is elismerte. Sérüléseit a Fejér megyei Szentgyörgy kórház traumatológiai osztályán látták el. Az arcán, a nyakán, felső végtagon, illetve mellkason voltak vágott metszet, illetve felületes szúrtsebek. Az első vizsgálatok szerint a helyszínen súlyosnak tűnt a sérülése, a kórházi vizsgálatok megtörténtek, és jó állapotban a jelleg a sérült könnyű sérülésekkel kezelik. A gyújtogató ellen vizsgálatot indított a székesfehérvári rendőrkapitányság. Mivel a tűzvizsgáló a helyszínen megállapította, hogy közveszély fennállt, ezért közveszély okozás elkövetése miatt a székesfehérvári rendőrkapitányság büntetőeljárást indított a férfivel szemben. Közel 5 órán át küzdöttek a lángokkal. A tűzesettel kapcsolatban a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálatot indított.